Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket a televízió képernyők előtt, és kívánunk áldott, békés, istentiszteleti részvételt kedves minnyájuknak. Ha csak tehetik, érdemes megszakítani azt, amit éppen tesznek, azért, hogy teljes szívvel, lélekkel a mi Urunkra tudjunk figyelni, éppen úgy, ahogyan tennénk ezt itt a templomban. Köszönjük ennek a lehetőségét, a közvetítésnek a lehetőségét a Danubia Televíziónak, munkatársainak, illetve dr. Bor Zoltánnak az orgonaszolgálatot. Az istentisztelet kezdetén énekeljük a 155. dicséretünk első versét. 155. énekünknek az első és egyetlen verse ez, amely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk folytatásaként a 78. Genfi Zsoltárt keressük meg az énekeskönyvben. A 78. Zsoltárnak mind a 4 megköltött versszakát el fogjuk énekelni. Ez egy hosszú Zsoltár, azt a címet adták neki a Biblia fordítók, hogy a történelem tanítása. És azt veszi szépen sorban végig a Szentíró, hogy hogyan is volt ott a mindenható Isten Izrael népének a történetében a nagy-nagy fordulók alkalmával, hogy hogyan segítette irgalmasan őket annak ellenére, hogy ők sokszor a nehézségeket nem tudták viselni, hordozni, nem tudtak hűségesek lenni. Éppen ez a mi élettörténetünk is, hogy Isten számtalanszor kisegít minket, mi mégis sokszor kétségeskedünk. Erről szól ez a 78. Zsoltár tehát, hogy az ő hatalma és az ő kegyelme nagyobb a mi kétségeinknél. Ezért énekeljük tehát a 78. Genfi Zsoltárnak mind a 4 megköltött versét. Hallgass, én népem, az én törvényemre, füledet hajtsad az én beszédemre. Thank you.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amin megírva található Márk evangéliumának a 12. fejezetében, mégpedig a 41. verstől a 44. versig terjedő szakaszában. Tehát Márk evangélium a 12. fejezetének a 41-től a 44. verséig terjedő szakaszát olvasom. Jézus pedig leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian a fölöslegükből dobtak. Ő azonban szegénységéből minden beledobott, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Urunk lelke, áldja és szentelje meg ezt a gyönyörű történetet, hívjuk őt ehhez segítségül imádságba. Mindenható Istenünk, végtelen hálával köszönjük neked ezt az újabb vasárnapot, amelyen a te igédre figyelhetünk. Köszönjük, hogy nem szűnik meg az Isten tisztelet, köszönjük, hogy nem szűnik meg a te igédnek a hirdetése. Hiszen attól, hogy valamit régen elmondtál, attól az nem vált meghaladottá. És éppen ezért, ahogyan a jelenben is a mi családtagjainkkal, szeretteinkkel beszélgetünk, éppen ugyanígy szeretnél te is, ami családfőnkként, édes atyánként újra és újra megszólítani bennünket. És nagyon sokféle dologban hozzá akarsz szólni a mi életünkhöz. Vannak olyan területek, amelyekről mindannyian tudjuk, hogy rád tartoznak, hogy tényleg csak tőled tudunk egyáltalán bármit is ezekről a területekről. Mondjuk ide tartozhat a halál utáni életnek a kérdése, vagy éppen a bűnnek és a bocsánatnak a kérdése. De vannak olyan területei is az életünknek, amelyekről azt gondoljuk a magunk gyarlóságában, hogy ezekhez tulajdonképpen nincs is szükségünk te rád. És talán meg is próbáljuk ezeket a területeket úgy élni az életünkben, mintha nem is kellene ezeknél téged, ha te igédet figyelembe venni. Sokszor ezek közé tartozik például a mi anyagi életünk. Könyörögve kérünk, jó atyánk, segíts, hogy lássuk be a mai istentisztelet segítségével is, az üzenet segítségével is, hogy nem lehet az életünknek egyetlen olyan területe sem, amelyhez neked nincs közöd, amelyhez te ne tudnál úgy hozzászólni, hogy mi abból valami egészen újat tanuljunk, valami olyat, amire magunktól soha nem is jöhettünk volna rá. De még ha rá is jöhettünk volna, akkor se lett volna bátorságunk vagy erőnk ezt az utat választani. A te jóságod tudja megerősíteni a mi hitünket, reménységünket, hogy olyan döntéseket is meghozzunk, amelyekre hétköznapi emberi erőnkkel, gondolkodásunkkal nem lennénk képesek. Így kérünk tehát, hogy szólj a mi életünk területeihez ma is hozzá, lelked által úgy beszélj velünk, mint aki itt van közöttünk, mint akiről nem mesél egy harmadik, hanem mint aki maga keresi a szíveket és szólítja meg őket. Könyörögve kérünk, segíts így látni a mi életünket teljes egészében a te kezedben, és segíts így is élni azt, hogy végig veled kapcsolatban, beszélő viszonyban maradunk aktuálisan. Kérünk, irgalmazz. Amen. Az énekelt imádság a 254. dicséretünknek az első verse. 254. énekünk első verse, mindenkoron áldom az én Uramat. Thank you.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található a második korintusi levél ezekben a napokban olvasott szakaszában, a Bibliaolvasó kalauz ajánlata szerinti szakaszában. A második korintusi levél negyedik részének a 15. versét olvasom tehát. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Kedves testvérek, az özvegyasszony két fillérjéről szóró tanítás az adakozásra leszűkítve szokott általában bekövetkezni, és azt is szoktuk megjegyezni belőle, hogy ez az adakozásról szól. Azonban nem csak erről szól, egy kicsit szeretnénk elmélyedni ennek a példázatnak, tanításnak a szépségében, abból a szempontból is, amit majd a második korintusi levélből olvasott egyetlen vers nyit meg a számunkra. Ott kell kezdenünk, hogy az Úr Jézus nem véletlenül mondta egymás után az írástudók bűneit elítélő, és az özvegyasszony viselkedését példaként a helyükre állító tanítását. Az előbbit nem olvastam fel, azonban a kettő közötti különbséget nagyon fontos észrevennünk. A hívő közösségekben Isten akarata szerint vannak különböző tisztségek, szolgálatok. Emlékezzünk vissza, Izraelben sem lehetett akárki pap, hanem Áron utódai közül kerültek ki a papok. Hiába lett volna valakinek minden vágya, hogy pap lehessen, ha nem Áron leszármazottja volt, akkor ez lehetetlen volt a számára. A papok, a léviták komoly felelősséggel lettek felruházva Isten népének pásztorolásában, az Isten tiszteletek végzésében. És ez az ő felelősségük volt. Az írástudó, mint szolgálati forma, a fogság utáni időben jelent meg. A zsidó hagyomány Esdrást tartja az első írástudónak, és az írástudók példaképének. Ez az az Esdrás, akinek könyve is van a Bibliában. Fontos szerepe volt innentől fogva az írástudóknak, mert a köznép, a hétköznapi zsidó emberek nem beszélték azt a nyelvet, amelyen az Ószövetség leíratott. Alkalomról alkalomra le kellett nekik fordítani a szöveget. Ez ő hétköznapi nyelvükre. Azon kívül abban is segíteni kellett, hogy alkalmazni tudják az életükre. Izrael helyesen értette, hogy a babiloni fogság egyértelműen a nép hűtlenségének a büntetése, Isten jogos büntetése volt. Ebből az következett, hogy a törvényeket igyekeztek egyre nagyobb figyelemmel kísérni, hogy betartsák azokat, és ezzel elkerülhessék, hogy még egyszer olyan nagy baj érje Izraelt, mint amilyen volt a fogság. És ehhez kellettek az írástudók, akik egyébként teológusok, jogászok is voltak egyben. Őket nevezték rabbinak a zsidók. Ha belegondolunk, ezt a tisztséget igen nagy kiváltság lehetett hordozni. Hiszen Isten dolgaival való foglalkozást jelentett. Hiszen elengedhetetlen, a nép jövője szempontjából nélkülözhetetlen szolgálat volt. Egyszer már majdnem eltűnt ez a nép. Az írástudók feladata az lett volna, hogy segítsenek minden zsidó embernek megmaradni az Úr útján. Különben megint veszélybe kerülnek. Mégis Jézus Krisztus korára sajnos eléggé elferdült ez a szolgálat. Sok rabbinak és a népnek a felfogásában is. Ezért kellett az Úr Jézusnak őszintén beszélnie róluk. Mint titkok tudóit, a nép tiszteletben részesítette őket. Nekik kiváltságaik voltak. Ez azonban rosszul sült el, mert egy kényelmes életet eredményezett. Az írástudók jó része éppen a lényegről feledkezett meg. Az élete lényege az lett volna, ugye, hogy mindent megtegyenek Isten népének az Istennel maradásáért, hogy élő kapcsolat legyen Isten népe és az Úr között. Tehát elfogadták azt, ami a tisztükkel járt az emberek belátása, jó szándéka szerint, de közben sokszor éppen nem azt tették, amiért a tiszteletet kapták. Sőt, némelyikük a viselkedésével sok kereső ember előtt elzárta az utat. Ha a gyülekezetbe nem járó, hit nélkül élő emberek olyanokat ismernek, akik a gyülekezet tagjai, de mégis nyilvánvalóan bűnös életet folytatnak, vagy esetleg még szolgálatuk is van,
harangozók, kántorok, hitoktatók, presbiterek, lelkészek, akkor ez duplán rossz hatású. Mert emberi tulajdonság, hogy amit a tisztség hordozói megengednek maguknak, azt az összes többiek is megengedik maguknak. Ha neki szabad, akkor nekem is. Másfelől pedig, ha valaki magát hívőnek nevezi, de megbotránkozást okozó bűneihez mégis ragaszkodik, azzal az egész egyházat, sőt magát az élő Istent is befeketíti, rossz helyzetbe hozza. Nemhogy nem használ, hanem egyenesen árt Isten ügyének, az egyháznak ez a viselkedés. Ráadásul ezek a rossz irányba fordult írás tudók a bibliai feljegyzések szerint nem elégedtek meg azzal, hogy a tiszteletet érdemtelenül elfogadták, hanem még ki is követelték maguknak. És némelyik kétes pénzügyi ügyekbe is belement, Isten törvényével takarózva. Hát ezért mondja rájuk az ősi prófétai vádat az Úr Jézus, hogy felemésztik az özvegyek házát. Hát éppen ezért egy olyan özvegyasszonyt állított példaként az Úr a tanítványok elé, akinek két fillér volt a létezéséhez rendelkezésre álló teljes vagyona. Ki tudja, lehet, hogy a háza azért lett oda, mert az írástudók a törvényre hivatkozva nem engedték dolgozni, boldogulni, viszont azt a részét a törvénynek már elfelejtették, hogy az özvegyek és árvák sorsáról Isten népének gondoskodnia kell. Ez az asszony mégis megtalálta, és fenntartotta az utat Isten felé. Ő ezen az úton járt. És itt látszik ez a rettenetes kontraszt. Akinek egész élete, beosztása, tisztsége, élet célja az Isten igéjének a tanulmányozása, a tanításnak a megélése lett volna, azok nyomorgatták részvét nélkül azt az asszonyt, aki viszont az ezektől tanult Biblia ismeretével is hűséges és igaz hívő életet élt. Az indulatok különbsége az, ami itt hangsúlyos. A hamis írástudók kikövetelték maguknak, amiért a legminimálisabbat is csak alig tették meg. Aki pedig szinte az éhhalál küszöbén állt, mégis tudott annyira bízni Istenben, hogy utolsó filléreit sem tagadta meg tőle. A jeruzsálemi templom előtt ekkoriban 13 persely volt kitéve, 13 féle célra lehetett adakozni. Az adakozás, szolgálat és hálaadás. Szolgálat. Ha én kaptam valamit Istentől, akkor azt arra is kaptam, hogy segítsem a többieket, akik kevesebbet kaptak. És hálaadás is. Mindent Istentől kaptam. Ezért a hálámat nem csak szavakkal fejezem ki, hanem áldozattal is. Például pénzbeli adománnyal. Ez az özvegyasszony tehát jóformán a semmiéből is tudott gondolni azokra, akik talán még nála is elesettebbek. Volt hely a szívében mások számára. Másfelől még ebben a cseppet sem irigylésre méltó helyzetben is hála volt a szívében Isten felé. És úgy érezte, hogy a hálaadás az fontosabb, mint az a valami, amit ebből a kicsike összegből ő magának megvehetett volna. Az is fontos különbség, amit az Úr Jézus hangsúlyoz, hogy a gazdagok a feleslegükből dobtak, míg ez az asszony mindenét ajánlotta fel. És itt valóban ez áll az eredeti görög bibliai szövegben is, hogy amilyen volt az élethez, azt mind felajánlotta. Érdekes elgondolkodni rajta, hogy vajon van-e a mi gondolkodásunkban olyan, hogy felesleges pénz? Vagy annyira a vágyaink rabságában élünk, hogy bármennyi pénzünk van, sohasem érezzük úgy, hogy ez már túlzás, luxus, ami nélkül meglehetnénk? Feleslegesnek Isten szemében az számít, ami a létfenntartáson felül rendelkezésre áll. A jótékonykodásnál Jézus arról beszél. Akinek két felső ruhája van, adja oda az egyiket annak, akinek egy sincs. A két felső ruhából az Úr szemében tehát az egyik már tulajdonképpen a felesleget jelentette. Mai pénzközpontú világunkban nagyon érdekes ebbe belegondolni. 80-100 esztendejei még itt a mi vidékünkön is általános jelenség volt, hogy sokaknak csak az az egy felöltő ruhájuk volt, amit éppen hordtak. Nem volt másik.
Ma ruhagyűjtő konténerek vannak a bevásárló központok előtt a felesleg számára. Hol van a hálaadás? Hol van az áldozatkészség? Az nem áldozat, az nem szeretett szolgálat, hogy ami nekem már nem kell, az felajánlom másoknak. Egyáltalán nem rossz dolog, csak ez nem áldozat, és innentől fogva nem is igazi szeretett szolgálat. Amit adok, az akkor nem lesz feleslegből való, ha a szívvel adom, ha hálaadással adom Isten felé, és megindulok a másik ember baján. Két férfi örök barátságát ünnepelve egyszer így beszélgetett a bizonyára sokak által ismert, de éppen idevágó történetben. Ha 5 tévéd lenne, nekem adnád az egyiket, barátom? Persze. Ha 5 autód lenne, nekem adnád az egyiket, barátom? De mennyire, hogy neked adnám, barátom? Mondta a másik. Ha 5 házad lenne, nekem adnád az egyiket, ugye? De mennyire, hogy neked? A másik csak folytatta. Ha 5 inged lenne, nekem adnád az egyiket, ugye, barátom? A másik meglázta a fejét. Nem. De miért nem, barátom? Mert 5 ingem az éppen van. Hát ez az emberi gondolkodásunk. Hogy inkább ide, mint oda. Így gondolkodtak az írástudók is, viszont nem így gondolkodott az özvegyasszony. Hálája volt Isten felé, és szolgálni akart neki. És ezeket a dolgokat fontosabbnak tartotta még a saját megélhetésénél is. Ez egyben egy nagyon nagyfokú bizalom is volt Isten felé. Nyugodtan odaadhatom az utolsó filléreimet is annak az Istennek, aki nem fog hagyni elveszni. Úgy érzem, sokszor ennek a bizalomnak is hiával vagyunk mindannyian Isten felé. Tíme ebben az özvegyasszonyban ez is megvolt. A másodjára felolvasott korintusi idézetből pedig azt hallhattuk, hogy minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Szabad nekünk azokkal a dolgokkal élni, amelyeket Isten megáld? Persze, hogy szabad. Azért adja őket. Azért adja a munkánk gyümölcsét. Azért adja, hogy halad az életünk. Hogy a szülők tudják segíteni a fiatalokat. Hogy a fiatalok tudják segíteni az időseiket. Ezek nagyon fontos dolgok. Viszont nem az Istennek való hálaadás és szolgálat helyett. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Istennek minden ajándéka azt szolgálja, hogy növekedjen a szívünkben a hála, és hogy az ő kegyelme egyre inkább sokasodjék az életünkben. Vedd észre, hogy mindent, amit csak van, Isten kegyelméből kapsz. Másrészt, ha ez látszik rajtad, és úgy élsz vele, hálaadással és felelősséggel Isten felé, akkor még úgy is sokasodhat a kegyelem, hogy más emberek is elgondolkodnak rajta. Milyen érdekes, hogy ez az ember nem lett rabja a vagyonának, a munkájának, a beosztásának, hanem végig úgy kezeli, mint amit Istentől kapott, szolgálatra. A ma már említett Esdrás, mint igaz írástudó, a róla szóló bibliai könyv szerint nem kezelte zsákmányként a nyakába szakadt nagy-nagy hatalmat. Nem saját birodalmat épített, hanem mindvégig Istennek szolgált, és a nép érdekeit követte. Viszont ez a felelősség nem csak az írástudóké, hanem minden hívőjé. Éljünk hálaadással, mindazzal, amit Istentől kaptunk. Anyagiakkal és nem anyagiakkal. Örüljünk mindennek. Nem tilos épülni, gyarapodni, de tilos a vagyon vagy a munka rabjává válni, és megfeledkezni Istenről, arról, hogy hálát adjunk neki, és hogy a rendelkezésére álljunk, hogy szolgáljunk. Nos, ez mind a kettő nagyon nagy veszély. Az özvegyasszony példája szépen mutatja, hogy az az indulat, ami ezekkel szemben, hogy vagyonnak, munkának, beosztásnak a rabjai legyünk, ami ezekkel szemben megtart, az egyedül az élő Istennel való kapcsolat. Ez az asszony a templomba ment a szegénységével, és nem károgott, nem panaszkodott, nem koldult, hanem amilyen volt,
még azt is Istennek ajánlotta hálából és szolgálatból. Szót kell ejtenem róla, hogy az Isten tiszteleti persely adomány és a többi adakozás a gyülekezetben alapvetően nem az egyház fenntartását vagy a lelkipásztorok fizetésének az összegyűjtését célozza. Az özvegyasszony példája ránk is érvényes. Hálaadás és szolgálat az adakozás Isten felé azzal, amit egyébként éppen tőle kaptunk. Abból adunk vissza valamennyit, amit tőle kaptunk. Ez az adakozásnak az értelme. És igen, ebből marad fenn, és ebből működik az egyház. De az azért nem mindegy, hogy milyen indulattal adakozunk. De nem egy financiális vállalkozás, ahol profitot akar termelni a közösség, hanem a lényeg az Istennek való hálaadás és a szolgálat. Hát látjuk, adakoztak a gazdagok is, nem is kevesen, de mégsem jól. Mert nem volt hálaadás a szívükben, mert se Istenre, se a szolgálatra nem figyeltek igazából. Gazdagok módjára élvezték, hogy nekik sok van, és a többiek ámulattal nézik, hogy milyen sokat tudnak ők adni, úgy, hogy meg se érzik. Ez az Úr Jézus szerint sem Isten dicsőségét nem szolgálta a számukra, sem pedig nem volt szolgálat. De pénzt nyilván fel lehetett ettől még használni Isten dicsőségére, ezek az adakozók viszont kimaradtak az adakozás áldásából. Mert nem volt hála a szívükben, és nem volt bennük Istennek engedelmeskedő indulat. Az özvegyasszony viszont, bár az Úr Jézus ezt így nem mondja ki, mégis benne van a szavaiban, hogy meggazdagodva mehetett tovább. Ezek a szegény gazdagok meg csak olyanok maradtak lelkükben, amilyenek ezelőtt is voltak. Maguk körül, a vagyonuk körül forgó emberek. Kedves testvérek, az adakozás az Isten tiszteletünknek, a hitünknek a része. Éppen úgy, ahogyan mondjuk az éneklés, vagy az imádkozás, vagy az igehirdetésre figyelés is része a hitünknek és az Isten tiszteletnek. Elsősorban nem azért, mondom megint, hogy az egyház fennmaradjon, hanem azért, mert Isten sok jóval áld meg, és azt így megköszönheted, és az ő rendelkezésére bocsáthatod annak egy részét. Nem kötelesség, hanem boldog kiváltság, hogy tudjuk, hogy mindent tőle kapunk, és hogy neki meg is köszönhetjük. Segítség ez abban, hogy ne a vagyonunktól függjünk, hogy ne rettegve éljünk, ha fogy, vagy ha nincs, hanem legyen szabadságunk arra, hogy a bajok idején is bízzunk Istenben. Ahogyan ez az özvegyasszony nem zsugorgatta a megmaradt két fillérjét, hanem Istenre bízta magát, és az addigiakat, meg már előre a következő áldásokat is ezen a módon köszönte meg. Adja meg az Úr, hogy dicsőséget, érvényesülést kereső írástudói viselkedés helyett egyre inkább ehhez az áldozatkész, istenfélő, a kevésért is őszintén hálás özvegyasszonyhoz tudjunk hasonlítani. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy a te jóságod észrevesz minden egyes embert, hiszen mi csak úgy működünk, hogy nekünk figyelni kell azokra, akik az első látásra nem tűnnek fontosnak, befolyásosnak és érdekesnek. Te azonban íme a legjelentéktelenebbet vetted észre, és őt állítottad példaként a többiek elé. Micsoda vigasztalás van ebben már is, jó atyánk, hogy te tényleg együtt hordozod velünk a mi életünk nehézségeit, és hogy a te világodban nem azok az előkelők, akiket mi emberek annak tartunk, és nem is azok az irigylésre méltók, akiket az emberek többsége ebben a világban irigyel. Köszönjük, hogyha ezen a téren, az anyagiak területén is újra és újra szeretnél kiózanítani bennünket. Tényleg nagy veszély ez a mi számunkra, különösen ilyen összekavarodott időszakban, mint amilyen ez a mostani is, amikor nem tudhatja az ember, hogy mindaz, amiért dolgozott, vajon mire lesz elég, és meddig tartja egyáltalán valamennyire is az értékét. Hiszen az egyszerű emberek aligha tehetnek arról, hogy a gazdaság éppen hogyan működik.
Elmegy az ember a munkahelyére, elvégzi a feladatát, és aztán igyekszik a megkeresett bérét úgy beosztani, hogy jusson mindarra, amire szükséges. És a mi fejünk fölött dőlnek el a dolgok, hogy vajon mennyit is ér, ami egy havi munkánk, hogy vajon miért is van az úgy, hogyha az ember néhány száz kilométert nyugatra megy, akkor fele annyi munka akár többször annyit is érhet. Ha meg néhány száz kilométert keletre megyünk, akkor onnan nézve már a mi helyzetünk is egy soha el nem érhető álombeli állapot. Pedig a munka éppen ugyanaz, ugyanúgy felkelnek reggel, és dolgoznak, és enniük kell, és nevelik a gyermekeiket, és szeretnének boldogulni. Keleten is, nyugaton is, meg itthon is. Atyán, könyörögve kérünk, segíts, hogy ne ezeken a dolgokon törjük végeláthatatlanul a mi fejünket, hanem ehelyett próbáljunk inkább arra figyelni, hogy mindaz, amink van, a tőled való ajándék, amelyért mi magunk is dolgoztunk, viszont te adtad az erőt, a lehetőséget, te adtad egyáltalán az életünket, azt, hogy tudunk levegőt venni. Kérünk, segíts hát, hogy mindazt, amink van, hadd tudjuk tőled való ajándéknak tartani, mert így már mindjárt kevésbé leszünk elégedetlenek és irigyek. Aztán könyörögve kérünk, segíts, hogy tanuljuk meg a mi vagyonunkat úgy beosztani, hogy ne csak magunkra jusson belőle, hanem valóban tudjunk segíteni ott, ahol erre szükség van, és ahol erre lehetőség adódik. Kérünk, hogy így áld meg a mi gyülekezetünket is, minden egyes adakozó szívet, akik még ezekben a nehéz időkben is gondolnak arra, hogy szeretnék, hogy a gyülekezet, a közösség fennmaradjon, hiszen csak elmúlnak ezek az idők egyszer, és akkor olyan jó lesz, hogy nem kell mindent előről kezdeni, hanem szépen folytathatjuk mindazt, amiben eddig is örömünk és békességünk volt. Kérünk, hogy így áld meg gazdagon azokat a testvéreket, családokat, akik eddig is megkeresték a módját bárhogyan is, hogy eljuttassák az ő felajánlásukat, adományukat oda, ahol szükség van rá, így akár ide a mi gyülekezetünkbe is. Kérünk, hogy áld meg őket gazdagon, segíts, hogy ezután is tudjanak gyönyörködni a te ajándékaidban, és legyenek szolgálatkészek. És így kiáltunk, hogy segíts mindnyájunknak gyönyörködni a te ajándékaidban. Kérünk, hogy így áld meg azt az ifjú párt, akik a tegnapi napon kötöttek házasságot, és kérték arra a te áldásodat a templomunkban. Segíts meg őket, hogy hadd lehessen az ő életük örömteli, mindannak ellenére, hogy a házasságuk kezdete egy ilyen nehéz időszakra esett. Könyörögve kérünk, hogy áld meg a fájó szívű, gyászoló családokat is. Áld meg mindazokat, akikhez egyre nagyobb fájdalommal közeledik a halottak napja, november eleje, akik talán először kell, hogy megálljanak kedves szerettüknek a ravatalánál ezekben a napokban, hiszen talán a tavalyi esztendőben még együtt velük mehettek emlékezni a régebben elhunytakra. Könyörögve kérünk, erősíts meg mindnyájunkat, hogy el ne veszítsük a mi hitünket, ami beléd vetett reménységünket, látva ezt a sok-sok szörnyűséget, ami körülöttünk történik, és amelyekkel szemben látszólag védtelenek vagyunk. Kérünk, erősíts mindannyiunkat, és add tudtunkra, hogy te a megtörtént halálnak is parancsolsz, te vírusnak is parancsolsz, gazdasági törvényszerűségeknek is, gonoszságra vagy éppen jóra törekvő vezetőknek is, hiszen mindennek te vagy az ura, és nincs akkora hatalom, ami a tiédet kockáztathatná, vagy veszélybe sodorhatná. És mi benned reménykedünk, a tieid vagyunk, te felvállaltál bennünket, hozzád, a te családodhoz tartozunk. Kérünk, segíts, hogy tudjunk ezért mégiscsak reménykedni, bármilyenek is legyenek a kilátások. Kérünk, hogy áld meg a mi nemzetünket is. Kérünk, add, hogy ezekben a szintén szomorúan telő napokban, ebből a szempontból is szomorú napokban, hadd lehessünk mégis büszkék azokra, akik úgy gondolták, hogy az értékek, a szabadságnak, a magyar nemzet fennmaradásának az értéke, annak az értéke, hogy az igazságot kövessük, és ne a gonoszságot nevezzük jónak, az még némelyek életénél is fontosabb volt. Kérünk, taníts meg bennünket, ma élő felnőtt embereket is arra, hogy tudjunk az igazán fontos értékek mellett dönteni, felismerni és követni ezeket, és nem megalkuvónak lenni akár pénzért, akár az életünk megtartásáért se. Kérünk, irgalmazz. És kérünk, hogy így áld meg a reformáció egyházait is, hiszen hálát adunk azért, hogy 503 esztendővel ezelőtt te megerősítetted Luther Mártont és az ő követőit arra, hogy ki kell állni az egyházban is a te igazságodért,
Ó, Úrunk, manapság némelyek azt hangoztatják, hogy milyen rossz, hogy megosztott lett a kereszténység emiatt. Azonban ezek az emberek megfeledkeznek róla, hogyha annak idején te nem adod a reformációt a maga kérlelhetetlen ige hűségével, akkor éppen úgy nem tudnánk talán ma már, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogy mit szeretne tőlünk, hogy mi a Biblia, hogy mi szükség van rá, mint ahogyan veszítettünk ezzel a megosztottsággal. És a vége mégiscsak az, hogy az igazság az át meg átjárja mindazokat a keresztény felekezeteket, amelyek ma léteznek a világon, és ez a reformáción keresztül jutott érvényre, hogy a te igéd, a Szentírás igenis kerüljön arra a helyre, amelyre te szántad, az őt megillető helyre, mint a kijelentés egyetlen megbízható forrása. Ezért volt szükség a reformációra, és ezért adunk tiszta szívvel hálát reformátor elődeinkért, és vállaljuk mindenkor az ige hű hozzáállást a kereszténységhez, mint egy olyan színt, amelynek ott kell lennie a kereszténység mindennapjaiban. Köszönjük, ha velünk leszel a ránk következő napokon is, kérünk, hogy vigyázz mindnyájunkra, áld meg a vírussal harcoló orvosokat, tudósokat, és áld meg a betegeket is, hogy legyen a számukra gyógyulás. Kiáltunk az vigasztalásért a fájó szívűek számára, gyógyulásért a betegek számára, kérünk, legyél mindannyiunkkal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk Istenünk elé. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Most pedig, hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Özvegy Mándi Béláné Tamási Áron utcai testvérünk 91 esztendős korában elhunyt, temetése 28-án jövő szerdán délután 3-kor lesz. Vigasztalódást kívánunk fájó szívű családtagjai számára. Örömmel hirdetem, hogy a tegnapi napon, október 24-én kérte házasságára itt a mi templomunkban Isten áldását, Palotai Viktor és dr. Farkas Tíme a jegyes pár, legyen áldás az ő közös életükön, házasságukon. Szeretettel hirdetem még a testvéreknek a ránk következő héttel kapcsolatos tudnivalókat. Az október utolsó hetében, kedden és szerdán lesznek alkalmak, tehát bibliaórák, illetve a lelkész hivatal is nyitva lesz kedden délután 3-tól és szerdán délelőtt 10 órától is. Azonban csütörtökön, pénteken és szombaton nem leszünk itthon, tehát október 29-30-31-én nem lesznek alkalmak, illetve a lelkész hivatal sem lesz nyitva. November 1-én vasárnap, ugye 10 órától istentiszteletet tartunk majd, illetve 5 órától a hagyományos temetői istentiszteletre is meghívjuk, várjuk szeretettel a testvéreket. Az aktuális rendelkezések szerint szabadtéri közösségi alkalomra is kell most már szájmaszkot felvenni. Tehát aki úgy gondolja, hogy ide a templomba nem jön el ugyan, de a templomi megemlékezésen szeretne részt venni, szeretettel látjuk, várjuk. Azonban sajnos ott is szükség van jelen pillanatban arra, hogy maszkban legyen minden résztvevő, tehát ezzel készüljünk, így készüljünk erre az alkalomra. Ez jövő vasárnap délután 5 órától lesz a temetőben. Szeretettel hívom még fel a figyelmet arra, hogy az egyházfenntartói hozzájárulást az idei esztendőben már 645 gyülekezeti tagunk rendezte, tehát fizette be valamilyen módon az egyházközség pénztárába, vagy éppen a folyószámlájára. Azonban az elmúlt esztendők gyakorlata szerint egyházfenntartást azért
900 környékén, 956 is volt ez, azt hiszem, 3 esztendővel vagy 4-jel ezelőtt, tehát ennyien szokták befizetni. Természetesen, ameddig az esztendő még tart, értem ez alatt mondjuk a december utolsó előtti hetét, tehát a karácsony előtti időszakig még nyugodt szívvel lehet rendezni az egyházfenntartói hozzájárulást, azonban szeretettel kérjük és buzdítjuk azokat a testvéreket, akik szeretnék ezt az összeget rendezni, de eddig még nem tették meg, hogy valamilyen módon, akár személyesen a lelkészi hivatalban, a hivatali órákban, akár jelen esetben a vírusra tekintettel, átutalással vagy a bankszámlára való befizetéssel is teljesíthetik ezt a befizetést. Ez egy önkéntes felajánlás, tehát nem egyház adó, senkitől le nem vonjuk és nem követeljük, a legtávolabb áll lesz tőlünk, már csak az igehirdetésnek az üzenetére figyelve is. Azonban a teljes jogú egyháztagságnak az egyházunk törvényei szerint ez feltétele, illetve a józan emberi meggondolásból is az következik, hogyha szeretnénk, hogy legyen gyülekezet ezen a helyen, úgy, ahogyan most van, akkor erre áldozzunk abból, amit Istentől kaptunk. 3000 forint esztendőnként az egyházfenntartói hozzájárulás itt a mi gyülekezetünkben, úgyhogy szeretettel kérjük a testvéreket, akik tervezik, hogy az idei esztendőre ezt befizetik, de eddig még nem tették meg, hogy karácsony hetével bezárólag valamikor, akár személyesen, akár folyószámlán keresztül ezt az összeget fizessék be a gyülekezet számára, mint amely a minden évi gazdálkodásunknak a hát tulajdonképpen elég jó részét, zömét kiteszi. Azért fontos ez még egy utolsó gondolat erről, mert ugye az a közösség életképes, amely a kiadásait aktuálisan a bevételeiből tudja rendezni. Amennyiben esztendőről esztendőre a gyülekezet fenntartása az a tartalékaink kárára történik, akkor könnyen belátható, hogy ez a tartalékok felélését jelenti, ami egyáltalán nem indokolt már egy 645 egyházfenntartóból álló gyülekezetben sem, nem beszélve egy 956 fenntartóból álló gyülekezetben. Egyébként a megyénkben Torony magasan a legnagyobb a mi gyülekezetünk ebből a szempontból. Tehát ezért is buzdítjuk a testvéreket, hogy ameddig ennyien lehetünk, addig nem olyan nagy teher hull egy-egy vállra, vagy éppen egy-egy pénztárcára. Ha tudunk, akkor ezzel járuljunk hozzá a gyülekezet fenntartásához, és akkor nem kell a tartalékokat felélni. Legyen az Úr a gyülekezet őriző pásztora. A reformációról külön az idei esztendőben nem fogunk megemlékezni a járványhelyzetre tekintettel, az a tapasztalat, hogy a hétköznapi alkalmakon nagyon kevesen vállalják a részvételt, éppen ezért jövő vasárnap, november 1-én az istentisztelet keretében fogunk egy nappal később, október 31 után hálát adni a reformációért, illetve megemlékezni az elmúlt november 1 óta elhunyt és egyházilag elbúcsúztatott testvéreinkről. Legyen az Úr a gyülekezet őriző pásztora. Záró énekünk a 295. éneknek mind a két verse. Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel, mind a két verset énekeljük. Azután október 23-ára emlékezve hálaadással nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Thank you.
Szeretettel kívánunk a testvéreknek csendes áldott vasárnapot, és köszönjük, hogy együtt követhettük a mi Urunk igéjét és az ő üzenetét. Kívánjuk szeretettel, hogy az ő gondoskodásának a jó híre és az arra adható válasz, hálaadás és szolgálat hadd tudjon mindannyiunk szívében meggyökerezni. Legyen áldása közvetítés követőin. Áldás békességet!